Egyre fiatalabb korban kezdenek el a fiatalok droghoz nyúlni. Székesfehérváron egy idén készített felmérés szerint a középiskolás tanulók több mint 30%-a fogyasztott már valamilyen kábítószert. Bár 2007-hez képest ez több százalékos növekedés, az országos számokat tekintve nem kiugró az adat, mondja Párkányi András, addiktológiai konzultáns. Az országos adatokhoz képest nem kiugró, de a 2007-es adatokhoz képest növekedést tapasztaltunk a könnyű drogok tekintetében, ami azt jelenti, hogy itt egy olyan tendenciával kell szembesülnünk, ami egy emelkedés mutat, tehát foglalkozni kell vele, nem szabad közömbösen elmennünk ezen adatok mellett, és programokat kell futtatni. A szakember a drogellenes világnap alkalmából rendezett tematikus hét részeként pedagógusoknak tartott fórumot a Fehérvári Civil Központban. Mint mondja, nagyon fontos az, hogy a tanárok megfelelően mérjék fel a határokat és mérlegeljék a szituációt. Nagyon fontos tisztán látni ezeket a helyzeteket, hogy ne hisztizzük túl. Tehát azt gondolom, hogy egyszeri fűhasználat még nem tragédia. Ez fájó hallani néha, azt gondolják, hogy a szerhasználat legalizálásáról beszélünk. Szó sincs róla, de azért súlyoznunk kell. A drogellenes világnap alkalmában a héten számtalan programon vehetnek részt a fehérváriak. Lesz például tanácsadás nagyszülőknek, de dokumentumfilm vetítéssel és beszélgetéssel is várják majd a fiatalokat. A hetet július 1-én egy flashmob zárja majd.